Tisztelt hallgatóság! Elérkeztünk a fizikatörténet előadás sorozat első igazi fizikai részéhez, az ókari mechanikáról fogunk beszélni. Látni fogjuk, hogy sokat fogunk visszahivatkozni például az ókori matematikánál mondottakra, vagy a legelső általános részre, amikor a kódolásról és egyéb általános dolgokról elmélkedtünk. Nézzük csak néhány bevezető alapgondolatot a mechanikával kapcsolatban. Egészen bizonyos, hogy az ókorban nagyon sok bonyolult gyakorlati problémát jól oldottak meg, aminek mechanikai vonatkozása volt. Gondoljuk például a piramis építőkre, vagy a mezopotámiai csatorna építőkre. Itt egy ókori egyiptomi fali ábrázolásból mutatjuk azt, amikor egy óriási, sok ember méretű szobrot húznak köteleken, és egy ilyen szánkószerű valamin, és ez az ember, nézzük csak, mit csinál itt. Ez az ember valamilyen folyadékot locsol a szánkó elé, nyilván, hogy a csúszást könnyítse meg, valami kenőanyagot használ. De elég ránézünk egy piramisra, és tudjuk, hogy hát ezt ügyetlen emberek nem tudták volna létrehozni, és bizonyára nagyon sok mindent érzés alapján tudtak a mechanikáról ezek az emberek, hogy össze tudtak ilyen épületeket hozni. Aztán ott voltak a szekerek, amik már megjelentek az ókorban, amik szintén némi mechanikai praktikus ismeretet feltételeztek. Az a baj viszont, hogy a mechanikának az elméleti részével kapcsolatban vagy keveset tudunk, vagy nem volt elméleti tudásuk ezeknek a régi civilizációknak. Sok kultúráról nem maradtak fenn a mechanikai elméleteik. Még a praktikus megoldásaik, sem mondjuk a piramis építési fogások is hézagosak, és sokszor most derítik ki, de a mechanikai elméleteik nem maradtak fenn. És a mechanika elméleti része hát egy kicsit megfeküdte az ókori emberek gyomrát. Látni fogjuk, hogy a görögök, akiknek relatíve jól dokumentált a tudományos eredményeinek a tárháza, nagyon jó eredményeket értek el a statikába, de a mozgástanban, kinematikában és a dinamikában hát néha csacskaságokat beszéltek, de ez egy későbbi történet. Miért okozott gondot a mechanika elveinek a megértése az ókori embernek, amikor pedig praktikusan nagyon ügyesek voltak? Nehéz a problémakör. Hiányosak a matematikai alapok. Látni fogjuk, hogy igaziból a differenciál számítás nélkül, amit ma Newton és kortársai fedeznek föl jóval később, a differenciál számítás nélkül nem lehet a mozgás alaptörvényeit fölírni. Valamint az is hiány ok volt, hogy nincs kellő motiváció a fejlődésre. Az ókor az őskorhoz képest nagy előrelépés volt, például az építkezések vagy a járművek terén, és az emberek egy kicsit azt mondták, hogy jó, nekünk jó ez, egész ügyesek vagyunk, ezt a technikát csiszolgassunk, nem szükséges nagy tovább lépés, és a motiváció is hiányzott, hogy sok energiát fektessenek mondjuk a mozgástan felfedezésére. Nos, és az első témakör, amit konkrétan kivesézünk, az a statika. A statika az jól leírható geometriával, például erőábráknak az ókori megfelelőivel, és ez azt jelenti, hogy a görögöknek megvolt a jó kódolása a statikai problémákra, és jó eredményeket értek el benne. Vegyük például az egyik legegyszerűbb gépet, a kétkarú emelőknek az esetét. Hát ez éppen nem egy ősember, de ilyen rajzot találtam erről. Látjuk, hogy a kétkarú emelő ebben az esetben egyszerűen egy végén meggörbített bot, és ezt a végét lenyomva, ez a vége elkezd emelkedni, méghozzá sokkal nagyobb erővel emeli ezt a hatalmas kőtömböt, mint amekkor erővel nyomja lefele az ember ezt az oldalát. Aztán lehetett ezt egyenes bottal is, úgyhogy az egyenes bot alá egy kis kavicsot tettek az őskorban, de lényegében ugyanez volt a kétkarú emelőknek a működése.
A kétkarú emelők általános törvényeit Archimédész írja föl, a nagy görög filozófus időszámításunk előtti 3. században élt, sokszor találkozunk a nevével, de már találkoztunk a matematikában is Archimédész nevével, ugye? És ő a következőt mondja, egyik megfogalmazás az általános törvénynek, hogyha vesszük a kétkarú emelőt, és meghatározzuk ezeket a paralelogrammákat, amiket az erő és a támadás pontjához húzott egyenes, tehát mondjuk az emelőnek az egyenese határoz meg, akkor ennek a paralelogrammának, meg ennek a paralelogrammának ugyanaz a tétterülete van, és ez fejezi ki az emelőtörvényt. Tehát a rövid karnál nagyobb erő lép fel, hogy ez a terület ugyanaz legyen. Tehát egyensúlyban az erő és az erőkar által meghatározott téglalap vagy paralelogramma területe azonos. Persze, jó lenne tudnunk nekünk, hogy mi köze van ennek a mai megfogalmazáshoz. Nagyon egyszerű belátni, ezen az ábrán megmutattam, hogy ez a terület tulajdonképpen az erő és erőkar szorzatával egyezik meg számszerűen. Itt van berajzoltam zöld pontvonallal az egyik erőkart, itt pedig a másik erőkart. Ezek a paralelogrammáknak a magasságai, és az alapjai pedig az erők, és valóban ez a terület F1 szerem 1, ami F2 szerem 2, tehát mai alakkal megegyező tartalmú, ez a geometriai dolog, az erő és az erőkar szorzata, azaz a forgatónyomaték mai néven egyezik meg egyensúlyban. Nos, hát ezt nem nevezték forgatónyomatéknak az ókori görögök, hanem ezt a szabályt, hogy egyformák ezek a területek, alkalmazták. De aztán máshogy is megfogalmazták az emelő törvényeket. Archimédész például építve a korábbi eredményekre, a görögök által nagyon szeretett axiomatikus rendszerbe foglalta az emelőkkel kapcsolatos tudást. Sajnos, ahogy a bevezetőben említettük, nagyon sok részlet elveszett, és későbbi kommentárok Archimédész esetén, arab kommentárok azok, amik ránk maradtak, és azok állítják, hogy Archimédésznek volt egy olyan műve, amiben a következő logika szerint tárgyalta az emelőknek az esetét. Vett 3 alapelvet. Az egyik. Szimmetrikusan terhelt emelő egyensúlyban van. Hát, szimmetrikus okokból ez érthető axióma. A másik, a test súlyának az ereje a felfüggesztés helyén hat. Hát azt hiszem, ez is teljesen egyértelmű. Harmadik, nem változik az egyensúly, ha egyenlő terheket egyenlő mértékben mozgatunk ellentétes irányban az emelőn. Na, nézzük csak meg ezt az ábrán, hogy is néz ez ki. Itt van fölakaszt a szépen 10 egyforma test egyenletes távolságban, szimmetria miatt ezek egyensúlyba kell, hogy legyenek. Ezt a 10 testet nem egyforma, hanem 6-4-es csoportosításba beosztom, és külön kezelem ezt a baloldali 6-ot, meg a jobboldali 4-et. Akkor nem változik semmi, ha ezt a 6-ot egy rúdra függesztem, és a rúd közepénél függesztem fel ezt az egész emelőre, az eredeti emelőre. Ugyanígy a 4 testet pedig itt függesztem fel. Na de, hogyha most már a 6-os és 4-es rudakon belül mozgatom a tárgyakat, tehát például a két szélén levőt, az egyiket ide viszem, a másikat ide, harmadik alapelv, tehát nem változik az egyensúly, hogyha ugyanannyival viszek egy testet jobbra, a másikat pedig balra, aztán megismétlem ezzel, akkor végül is középre föl tudom tornyozni egymás alá ezt a 4-et. Ugyanígy ezt a 6-ot pedig ide tudom föltornyozni. Ezekből az alapelvekből szépen levezethető az, hogy például a 6 a 4 súlyarány esetén a kétkarú emelő akkor lesz egyensúlyban, hogyha a tengelytől, mármint hogy az eredeti, a teljes emelőt jellemző tengelytől a távolság arányok éppen fordítottan vannak, mint a testeknek a súlyai. Archimédész sok ilyen problémát megoldott ezzel, és lényegében rájött a mai súlypont fogalmára, hogy a testek
súly szempontjából helyettesíthetők egyetlen egy testtel, amit megfelelő helyre kell elhelyeznünk. Vagy itt egy másik ilyen archimédeszi gondolatsor, a Simonyi könyvből, a fizika kultúrtörténetéből kölcsönözve. Ez az első ábra egy nyilvánvalóan egyensúlyi helyzetet mutat, két szélén egy-egy, középen kettő súllyal, aztán ezt a szélső, meg ezt a középső testet egy-egy lépcsővel beljebb viszem, harmadik alapelv szerint nem változik meg az egyensúly, majd utána ennek a hármas csoportnak a két szélét fölpakolom középre, és ilyen módon egy 1:3 tömegaránynak az egyensúlyát tudom megtalálni, láthatóan 3:1 távolság arányoknál fog ez szépen kijönni. Archimédész ilyen gondolatokkal nagyon jól meg tudta ismerni és leírni az emelőknek az elméletét. De Archimédész tovább ment ennél, és a több sok eredmények közül az egyiket említenék meg itt részletesen, a csigák elméletét is ő adta meg. Csigákat, tehát hengeres forgatható tárgyakat, amin kötelet vetünk át, jóval Archimédész előtt is használtak, de Archimédész adta meg az elméleti leírásokat. Ugyanis az a zseniális meglátása volt, hogy a csigák mozgása pillanatnyi forgástengelyek körül történik, és e körül egy pici mozgás teljesen egyenértékű egykarú vagy kétkarú emelőn történő mozgással. Na nézzük csak, mi van e mögött? Gondoljuk el, baloldali ábrán fix felfüggesztéssel felfüggesztünk egy csigát, tehát a tengelyét. Ekkor a pillanatnyi forgástengely megegyezik magával ennek a forgó hengernek vagy korónak, tehát a csigának a tengelyével, hiszen azt rögzítettük. Átvetve a kötelet, mindkét oldalon azonos erőt fogunk tapasztalni, ugyanis, mondja Archimédész, ha behúzunk ide a csigára egy kék vonalat viszintesen, itt ezt kiemelve jobban, ez olyan, mintha egy emelő billegne, és az egyensúlynak a feltétel, hogy ez a két terület azonos legyen a két oldalon, és akkor szépen ennek a két erőnek egyformának kell lenni. Jó, ez nagyon egyszerű. A kötél tulajdonképpen közvetíti az erőt, mondhatni. De nézzük ezt a bonyolultabb esetet, amikor egy mozgó csigáról van szó, tehát a közepe nem rögzítve van, hanem az egyik végéről fölfele menő kötél van, mondjuk a plafonhoz rögzítve. Itt volt Archimédész meglátása, ha ezt mozgatjuk és egy kicsit megmozdítjuk, például fölfele húzzuk egy picit, akkor ugye elmozdul a tengelye, a forgástengelynek a csigának, és ami egy pici ideig fixen marad, ez a pillanatnyi forgástengely, ami itt van, ahol az ábrán bejelölöm ezzel a zöld nyilacskával. Itt van a pillanatnyi forgástengely. Aztán odébb helyeződik, ahogy fölfele gördül a csiga, de ekkörül a pillanatnyi forgástengely körül már egy aszimmetrikus egykarú emelő írja le a mozgást, és ez azt jelenti, hogy a fölfele ható erő fele akkora, mint a lefele ható erő, hogy ezek a területek megegyezzenek. Ugye a viszintes méretben a felső téglalap kétszer olyan hosszú, mint az alsó. Ebből levezeti, hogy például egy ilyen mozgó csigával fele akkora erővel tartani tudjuk az adott súlyt, mondjuk ha itt egy 100 kg-os test van, akkor itt csak akkor erőt kell kifejtenünk, mint hogyha egy 50 kg-os testet tartanánk. Archimédész egyből felfedezi az ebben rejlő potenciált, és megismételve ezt a gondolatot, több mozgócsigából olyan csigasorokat készít, ami erősokszorozásra alkalmas. Itt van két változat ebből bemutatva, az első egy erőduplázó, itt 50 newton erővel egy 100 newtonos testet lehet megtartani, a második kicsit bonyolultabb, de 25 newtonos erővel 100 newtonos erőt lehet megtartani ennek segítségével. Minden csigapár hozzátételével, az egyik csak azért szükséges, hogy a megfelelő irányba forgassa az erőt, mindegyik csigapár hozzátételével duplázni tudjuk az erőt. És bonyolultabb csigasorokkal nem lehetetlen akár 32-szerezni is az erőt.
Azon kívül, hogy hasznos dolgokra, tehát mindennapi használatra használták archimédészék, az egyik nevezetes alkalmazás az volt, hogy hadigépet építettek belőle, Szirakúza városát, ahol Archimédész élt, a római seregek ostromolták, és a tengeren a várfalhoz közel merészkedő hajókat egy ilyen daru segítségével kiemelték a tengerből, aztán hagyták visszapottyanni, ezzel tönkretéve a hajót, meg hát a legénység is lepotyogott róla. Nem maradtak fönn részletes feljegyzések, hogy pont milyen volt ez a szerkezet, de el tudjuk képzelni, hogy valami ilyesmi lehetett egy daru, ami tulajdonképpen egy két karú emelő, és a benti oldalon egy ilyen csigasorral, emberi vagy állati erőnek a megsokszorozásával biztosították azt az erőt, amivel akár egy hajót is ki lehetett emelni a tengerből. Jó, persze kellett ide egy kampó, vagy horgony, ami beleakad a hajó megfelelő részébe, de azt hiszem ez kellően sokkoló lehetett a támadó rómaiaknak. Archimédész még több más gépet is szerkesztett, és olyan az emelőkkel és a csigasorokkal kapcsolatos munkái olyan önbizalmat kölcsönöztek Archimédésznek, hogy ezt az elég nevezetes mondást is elkövette. Adjatok a Földön kívül egy biztos pontot, és kifordítom sarkából a világot. Hát ez a szimbolikus ábrázolása, hogy Archimédész egy kétkarú emelővel borítja fel a földgolyót, látható itt. Sok egyéb gép is köszönheti Archimédésznek, például szivattyúk, fogaskerekek, és talán meglepődik a hallgatóság, hogy ezt a statika fejezetben említjük meg. Hát egyrészt időnk nincsen, tehát ezekről nem fogunk beszélni, csak megemlítjük. Másrészt érdekes módon, bár ugye például egy szivattyúban vagy fogaskerékben mozognak az alkatrészek, de ez abban az értelemben nem dinamikus, hanem statikus dolog, hogy közel egyensúlyi állapotban vannak, tehát lassú mozgás, és a tárgyak tehetetlensége nem játszik ezekben lényegi szerepet, hanem közel kiegyenlített erők ilyen kvázi statikus állapotokon keresztül mozgatják ezeket a gépeket. Köszönöm szépen a figyelmet!